Nos, hellóztok, én Ré vagyok, és üdvözlök mindenkit itt a csatornámon. Mai nap Fallout 4-el fogunk foglalkozni. Kicsit elgarázdálkodunk a Wastelandbe. Megnézzük, milyen az atomikus élet, illetve a kutya élet. Gyere ide, kutya. Elsőképp szeretnék nektek egy kis pénztúrt tartani, mivel nem a játék elejéről fogom kezdeni a történetet, hanem ameddig már eljutottam. Ez ilyen egyszerű, mivel elég sok YouTube streamer az elejétől vitte ki, láthattátok már 60 ezerszer a történetet, én kicsit így a közepébe vágva tolom neki a dolgokat. A zseblámpát, hát azt nem tudom, konzolon hogyan hívod elő, nekem tabbal van itt, és nagyon menőn néz ki, mint egy alien. Na szóval, itt van, először szeretném bemutatni kedves harcitársamat, kutya, gyere ide, gyere ide, gyere ide, gyere ide, buksi. Na, itt buksi. Van egy kis menő szemüvege, kis sála, illetve egy harci páncélja, mert harciebb, nem harciebb, páncél nélkül. Illetve ugyanígy a gazdájának is van egy-két power armorja. Egy-kettő. Így elszalajztva találtam Wastelandbe őket. Mindegyik több más elemekből tevődik, a szép modulokból. Van modernebb, van gaugyerebb, van aminek nincs lába. De teljesen jók. Nos, és akkor szeretném megmutatni a kis laktelepemet. Itt van egy kis kert, ahol paradicsom termesztés folyik, meg ilyen kis gyümölcsfák. Itt egy ilyen grill terasz szerűség. Ott a két volt, itt lehet pancélt venni, itt meg fegyvereket, jó kis skulókat. Itt egy ilyen kis kívülő placoló rész, ez pedig maga a bunker. Amit most meg is nézzünk, belőle itt van nagyimama. Szépen bezsúfoltam az összeset egy helyre, illetve a kutyának is külön háza van természetesen a lakrészben. Itt egy kis kajáda, illetve a sütőrész, egy tévé kanapéval, rádióval, minden ami kell, mellette a generátor. Most a tetőre elmegyek ki, mert túlzott és gondolmas dolgokat nincsenek, csak szimplán egy ilyen kis bunkeres tető. Illetve, amint a videókból láttam, legalábbis amennyire sikerült elnéznem, ezt még mindig nem jöttem rá, hogy csak survival módba raidelnek be a raiderek, jaj de jó hangzott, vagy pedig normál esetben is így néha rátörnek, de én azért a biztonság kedvére felhúztam ide egy szép kis metálfalat, hogy nem esnék le, pár, mondom nem esnék le, pár centrigánnal, párral, illetve egy lézer ágyúval a közepén. És ha végső mencsvárként pedig itt van két darab csapda, egy nukleáris és egy Tesla. Aminek a bekötése szépen itt eljön a falon keresztül, ne kérdezzétek, hogyan lehet falon keresztül bekötni áramot, én se tudom. És itt van egy kapcsoló, egy switch, amivel aktiválni tudom, ha a betolakodók véletlenül átjutnának ezen az ágyú seregen. Nos, de akkor ennyi lenne szerintem ez a bázis bemutatás, igen, rádióadótornyok. És akkor menjünk egy kis apró küldit. Azért mondom, hogy apró küldit, mert nem akarom a fő küldetést vinni. Viszont egy settlementes küldetést érdemes lenne kivinnünk, mert igazából ez no spoiler, csak plusz egy settlement fogunk kapni tőle. Ja Isten, az nagyon messze van. Keresünk valami közelebbi pontot. Van annyi úgyis. Nézzük ezt. Igazából itt még van is egy közeli pontom, ahol be tudok menni. Jaj, vagy másik küldés. Ez most nem kell, ezt fölküldi. Nem akarok spoilerezni, de jó kis detektív ves történet volt a dolog. Akkor ott szépen fast travelölünk. Közel láthatjuk ezt a csodálatos pipoit, amit a karunkon hordunk. Jó kis óriási 8-as évekbeli... 8-as? Ja, 8-as évekbeli dugaszolós csatlakozóval, illetve a jó kis mechanikus kapcsolókkal az oldalán. És természetesen egy töltőképernyőt nem tette unottá a Bethesda, hiszen forgathatjuk és húzogathatjuk a modelleket össze-vissza, ahogy kedvünk tartja, és megcsodálhatjuk minden egyes szögből, hogyan csillan rajta az a gyönyörű fény. Jöttek normálban is egyszer neked? Ó. Én még nem tudom, megijednám, még egyszer se jöttek raiderek, mert nem tudom, félnek tőlem. Látták ezt a bázisvédelmet, és egyszer meg sem merik próbálni, pedig annyira élvezném.
Még a szetőmennyeimnek is adtam egy-két fegyvert a kezébe, hogy gyerünk már, guys. Hogyha jönne a ellenség, akkor lőjünk szét köztük, hogyha véletlenül mégis átütne azon a 7 darab ágyun. De sajnos ez még nem történt meg. De ebből szeretném meginvitálni kedves ellenségeimet a bázisra, hogy kipróbáljuk, hogy milyen is az. Még nagyon remélem, hogy kipakoltam az inventorimat, mert igazából a falu 4-be a legnagyobb gondom nekem, hogy folyamatosan haza kell fast travelnöm, mert egyszerűen minden szemetet összeszedek, de tényleg. De mondjuk ennek van egy egészen úgymond kifizetődő és jó oldala is, mivel így mindig minden alkatrészen megvan, ami szükséges a bázisnak a fejlesztéséhez, vagy akár a fegyvereknek a fejlesztéséhez. És így igazából soha nem kell rohangálnom bármiért, vagy pedig az lenne, hogy hiány lenne belőle. Így ezt az állapotot fenn is kell tartani, azt a lagot. Hello! Szia! Hamizu! Jöttem beköszönni. Beengedsz? Nem? Akkor célozni megtanulok, és meghalsz. Au, honnan lősz? Ó, ott vagyok meg. Igazából a sniperre elkezdtem volna őket lőni, sokkal egyszerűbb lett volna a történet, és nem egy gépfegyverre pityogtatok 200 méterről! GG VP. Igen, hát ez így megtörténik, hogy így rám robban az egész mindenség, hogyha nem figyelek egy pillanatra. Skyrimben is minden egyéb Bethesda játékban is gondot okoz ez. Micsoda, de csak PC-n. Micsoda? Mert mi okoz gondot csak PC-n? Ezt most nem értettem. Ezt a felvetést. Azt, hogy jönnek a raiderek? Miért Skyrimben vannak raiderek? Le vagyok maradva. Ebben egyáltalán nem vagyok biztos, mert mondjuk hozzáteszem, én nekem a Fallout 4-nek ez az első darabja a szériában, és igazából én itt csatlakoztam be. Ez annyira felkeltette az érdeklődésem, eddig igazából ki is fizetődött, mert nagyon-nagyon tetszik a játék, és már elég sok órát is sikerült beleölnem. Természetesen ez most nem látszik meg, mert hogyha streamel az ember, az sosem működik, úgy ahogy kéne. És egyben meghal, mint ahogy az előbb tettem én. De apró dolgokra nem adunk, inkább nézzük ezt a kis Pip-Boy-t, nem Pip-Boy, Bolt-Boy, ahogy mutogatja, hogy attól függetlenül kapsz egy szállalom egyest, és hogy milyen ügyes vagy. Egy szállalom vigyort. PC-n forgatható. Szerintem konzolon is biztos tud bizergelni a modelleket, mármint hogy... Bár még nem akkora fan élmény, inkább lenne a töltési idő kevesebb, de legalább valamivel sikerült kitölteniük ezt az űrt, amit így létrehoztak egy töltési idővel. Bár mondjuk nem mondom azt, hogy nem feltétlenül pont ez az, hogy szükséges. Jaj, belekovarom magamat. Szóval szükséges ez a töltési idő, hiszen egy akkora virágot generál le ez az egész játék, és minden egyes betöltésnél meg a grafikája is valami csuda szép. Nos, akkor most fölkészülünk szépen, és a sniperrel megyünk oda. Nem pedig oda megyünk, mint egy hülye gyerek. Igen. Bunzai Hammer. Ilyen ember fejtrancsírozása használ, amikor itt szépen oda steltelek valaki mögé, és szevasz, hoztam neked egy kalapácsot. Címszóval fejbe vágom. Na de akkor menjünk vissza a kedves Raider barátainkhoz, és mutassuk meg nekik, mi ez a sniper szeretet. Hát lehet érdemes lenne megpróbálni már, mint hogy ha forgatod úgy, majd triggerrel csak lehet valahogy forgatni. Mert kétlem azt, hogy a PC-seknek ilyen előnyt adnának, és ennyire előnyben részesítenék, kutya miért rugatsz? Nekem meg sikerült közben kiízélnem, ki volt a bolnom. Fuck! Ott állt se. Show your face, dude. Csak lássam a te arcodat és meghalsz. Ott vagy. Állj meg! Nem mozog. Akkor jó lesz így is. Au. Az igen, az már egy felszereltebb raider volt. Azért headshotok azok még mindig adják, meg mennek. Ott van az utcsó. Dugd ki a buksid. Boksi, gyere, ügyes vagy! Egyem a szívedet, olyan bokos vagy, hogy ki ezt levetni magadat.
Aj, ne. Lockpickelni kell, mert annyira szarul nem megy. De. Bele fogom törni a Bobby Pint. Nem. Sikerült, anélkül, hogy beletörtem volna. Érdekes. Na, kitakarítottunk, szedjük össze a lőszert, mert ez itt... ebben a világban azért a legnagyobb érték a lőszer, a Fusion Core után. Ó, oh, vannak itt ilyen mindenféle szuper átalakított fegyverek, amik jó pénzt érnek a piacon. Azokat is visszük. Battle Cap, köszönöm! Fragmentation Genét, igen, ez tick. Égval. Hát, ezek nem kellenek. Még gránát. És egy chest piece nem kell, viszont akkor a workshopot beónoljuk. Szia workshop. De már most nem tudja, hogy ez az én bázisom, és itt is építhetek. Mert mondjuk ez elég OP, de nem tudom, mi a halál volt ez. Ott elsőhant valami a fejem fölött, és a füstjét húzta. Nem mondom, hogy nem akarom megnézni. Meg akarom nézni. Megnézzük, mi is van te a fejem fölött. Bár mondjuk elvileg vannak alienek is ebbe a világban, mert mondjuk én addig még nem jutottam el. Még csak 20. szinten vagyok. De... so much fun, hogyha... mit kéne csinálnom? Vajon, van még valami küldjével kapcsolatban? Build active recurrent... építenem kell egy rádiótornyot. Az marha jól lesz, remélem, hogy van hozzá anyag, mert én biztos, hogy nem fogom most átfurikázni ide az anyagot. Csak azért, mert a játék azt mondja. Az azért elég unalmas. Az anyagtransport. Hol vagy? Power. Mi kell nekem? Michelaus. Oh. Van elég. Akkor szépen ezt itt levágjuk a kedves raiderünk testére. Úgyni. Háromot nem ad szegénykém. Pedig krumplival működik a dolog. Úgy látszik hullával, nem? Szomorú tény. Nem baj. Kis generátort is levágunk mellé. Szépen összekötjük, és mostantól jöhetnek ide is a settlementjeink beköltözni ezeket a fakuckókat, amiket majd egyszer átalakítok, hogyha kedvem tartja, de valahogyan a főbázison kívül semmihez nincs kedvem, úgy fejleszté, pedig már van egy-két ilyen bázisom. Hát mondjuk bennem, hogy PC-n sokkal több az erőforrás a játékoknak, mint konzolokon, de attól függetlenül, ha nem az az ellenséghez jelentkezős, hát mondjuk mindenképpen érdemes PC-n is kipróbálni, mert mint a két külön világ az egész. Már itt a PC meg a konzol, meg mindig is ez ilyen nagy összeütköztetés volt. Hello Guard! Szerencsét, hogy velem vagy, mert különben te is kaptam egy olyan headshotot, mint a raiderek. Nos, Diamond City? Nem Diamond City. Leesont a fejem fölött valami, és lezuhant valahol, és én tudni akarom, mi az. Mármint, hogy ez most annyira fölkeltette a fantáziámat. Hol vagy? Lezuhantű UFO. Ha-ho. UFO. Gyere ide. Mert mondjuk a Diamond City is elég menő. Elég nagy a védelme. Főleg a gárdok. Láthatjátok, hogy neomászkálnak, meg vannak ilyen őrtornyok. Meg egy elég menő fal is. Mert mondjuk egy gránátta simát zúznak. Hát ez az UFO nem biztos, hogy így meg lesz. Pedig tök menő lenne, hogyha találnék egy UFO-t. Nem úgy tűnik, mint ami meg akar, elő akarnak kerülni. Meg akarnak kerülni. Ja, Istenem, miért akarok én ilyen új nyelvészeti szókombinációkat összeállítani? Just for fun. Azon kívül. Itt mi van benne? Nem kinyitnám az ajtót, inkább beugrálok. Locktide. Aha. Akkor nem tudom, hogy mi van belül, akkor tényleg ugráljunk kerítés is nézzük. Na mindegy, akkor menjünk vissza közben, fejezzük be ezt a küldetést. Nem lesz meg az az űrhajó, úgy érzem, egy hamar. Sanctuary. Bizony, mert ott van az a kis barátunk, akinél leadhatjuk a küldinket. És mindenki boldog lesz. Mi a halál? You cannot first survive enemies are nearby. Van enemy a környékemen? Jó az éneket tudni, akkor picit arrébb mászunk. És remélhetőleg nem ront rám semmi a semmiből. Hello! Szia drón! Ti nem vagytok ellenségek, szóval mellőletek már tudok teleportálni. De miért szól a zene? Nincsen bekapcsolva. Na jó, kezdek félni.
Ijesztő vagy, kedves játék. Néha. Ja, mondjuk mindenképp érdemes megvárni a leárazást PC-re. Mert igazából megéri a játék a pénzét, de mondjuk, hogyha az embernek nincsen épp annyi a zsebébe, hogy ki tudja pengetni ennek az árat, mert pedig azért van egy borsosára, azt hiszem magyar boltokban olyan 14-15 körül fut. Nem akarok nagy hülyeséget mondani. És igazából megéri teljes áron is a játék, de hogyha valaki nem tudja kifizetni, akkor mindenképp érdemes ugye megvárni a leárazást, mert nem egy multiplayerről van szó, tehát egy idő után valamennyire csökkenni fog a tendenciája, hogy mennyire is hype-olt a dolog, mennyire is szeretik az emberek, mert mondjuk elég sokan fogják még sokáig szeretni, de az egy single player játéknál az megfigyelhető, hogy gyorsabban zuhan az ára, mint egy multiplayernél, illetve a leárazásban sokkal jobban szeretik belerakni a kedves forgalmazók, Steam és egyebek. Na. Mi? Return to Castle. Aha, szóval le akartam adni a küldetést, és kaptam egy másikat. Imádlak! Gyere, adj egy puszikát! Oda vagyok, érted. Ja. Igen, tudjuk, megmentettük, nagyon ügyes fiúk vagyunk. Gyere, kérem a buksisimimet. Mondd a buksisimi. Ne értsétek félre, ez buksisimogatás volt. És akkor megnézzük még ezt az egy küldetést, és szerintem utána zárjuk is a történetet. Van egy ilyen, hogy Old Guns Return to Castle. Na például ez most azért kaptam kedvet, mert én megálmodtam álmaim bázisát ezen a helyen, amit múltkor elfoglaltam, mármint hogy a Castle konkrétan egy ilyen múltkor kiszámoltam, azt mondták, hogy 600 éves, most jelenünk ilyen 2270 valamennyibe a játékba, és az magyarul ilyen 1670-es években épült az a kastély, vagyis hát erődítmény, és annyira bedeszül néz ki, és annyira bedeszülve lehet bástyázni, meg kialakítani védelmet, hogy erősen gondolkozok, hogy a főbázisomat ebből a Sanctuary-ből átköltöztessem oda. Mármint, hogy se szempontomból persze, hogy most azt a tömengyei maradnak, meg mit tudom én, de hogy én például oda hordom a cuccokat, meg ilyesmi, meg ott kezdek el építkezni, meg ilyesmi. De most komolyan nézzétek meg, mi bedesz ez a bázis. Hatalmas rádiótorony is, óriási falak veszik körül az egészet. Nézzük, mi a nyugje. Hello! Szóval ő Ronnie, és beszélni akar velünk. Ki a rák vagy? Szóval ő is egy Minitement. Valami Joe Becker megölte magát, és ő még él. Jó, hát nem érdekel, örülök, hogy találkoztam veled. Hát, hogy ő egy veterán, és ő nagyon pró. De mit akarsz? Szóval meg akart minket magának nézni minket. Good guys. Szóval elmagyarázzuk neki, kérdezte, hogy most mit képviselünk mi, mint tábornokok a Minitmenek vezetőjeként, és megmondtuk, hogy jó fiúkat. És... we need your help. Persze. Kaptunk tőled is egy küldetést, de legalább lesz egy jó katonánk, mondjuk ez, ebbe igaza van a karakternek teljes mértékben. Valamit mutatni akar. Nem tudom, mit akar mutatni, mert nem figyeltem, mert igazából elterelődött a figyelmem arra, hogy tök jó, mert lesz egy katonánk, aki tapasztalt, és fel is van fegyverezve, és nem nekem kell felruháznom. Mondjuk ezt a ajtót már én is néztem, hogy valahogyan fel kéne feszegetni, mi lehet mögötte alapon. Mármint sose jó, amit ekkor ajtóval lezárnak, de én tudni akarom. Remélem, hogy van egy ötleted. Na azt a megállapítást, hogyha nem tudunk keresztül menni, akkor menjünk körbe. Na de hogy ez egy fal, és így fal, meg még több fal, meg kutya ugat. Kutya ne ugass.
Nézzük meg, nem mutat a küldi. Aha. Szóval ezt innéd el kéne valahogyan támadítani majd. Csak várjuk meg a hölgyeményt. Hölgyemény, vonszad be magadat. Nem is jó ajtóhoz jöttem. Innét jöttem én be? Ja, igen, ezek a másik bázisban mi marhát tetszik tészni az alakútes rendszer. Igen, itt van a parancsnokotok, semmi tisztelgés. Micsoda tisztelt lelk vagytok, mindjárt kaptok egy golyót a fejetekbe. Oké. Szóval el kell takarítanunk útba ezt a mocskos törmeléket, hogy lemenjünk abba a járatba. Akkor veszünk workshoppal, szerintem föl tudjuk szedni. Jaj, ne belepítjük közben a Facebook, azt nézem. Mi lenne, ha nem tennéd, kedves Facebook? Tudom, hogy én vagyok a hibás, hogy nyitva hagytalak, de nem kéne. És vissza se találok abba az izé beomlott cuccosba, mármint hogy, ja. Szeretném megtenni, ó, ott az alagút. Csak ma este van is fáradt vagyok. Just jó kifogás mindig, jó? És itt az alagút. És itt a kapu. De szerintem, hogy érdekessé tegyük a történetet, itt most lezárom a mai adást, illetve a streamet. Mi, akik YouTube-ban nézik vissza, ez egy stream keretén belül lett fölvéve. És arra gondoltam, hogy nem tudom, bár kéne rakni a barézt, igazából még csak 20 percnél tartunk. Legyek gonosz, vagy ne legyek gonosz? Ez itt a kérdés. Vagy se. Elgondolkoztató. Mit gondoltak, kedves nézők? Mi legyen? Menjünk, nézzük meg, mi van ebbe a kis zugba. Vagy zárjam le. Jó, akkor megnézzük, mi van a zugba. Ez egy határozottan ne zárjam le a streamet még. Akkor nézzük, mi van a zug. Zug. Zegzug. Azon kívül, hogy por, meg dogmeat, mert ő teleportál és ügyes kutya. Ja, igen, te vagy az ügyes kutya. Kajla fejeddel, meg a füleddel, meg a farkaddal. Steampack. Hát itt belet lepve ilyen... Nem tudom, melyik lénynek ez a pontosan a tojása. Gomba. Gombázzunk be! Jó kis radioaktív sergen világító gomba. Akna. Hát ez nem jöde be. Ez most not today, barátaim, de hogyha vannak aknák, akkor egy quick savinget erősen ajánlatos itt tennem. Ó, radioaktivitás. Várjál, radioaktív. Ó, még egy akna. Ez nem fog menni. Nem ma lesz az a nap, amikor még egyszer lerobbantjátok. Tudom, mi ez a hang. Nem akarom. Nagyon-nagyon-nagyon nem szeretném. Mi a per piatt legerősebb fegyverem, amiben még van is valamennyi töltényem. Plazma pisztoly, nem lézerfegyver. Tesz az én babám. Igaz, hogy alig van menne töltény. De... Ne! Akta! Jó. Ez most eltelt, kedves barátom. Meg ott egy tület is. Dogmeat! Mit csinálsz? De ott egy akta, én nem tudok ráresolni, mint te. Ó, OP vagy, Dogmeat. Igaz, hogy besegítettem, de hát akkor is OP vagy. Szedjük ki a cuccokat belőle. Jó, mondjuk egy akna a sokból még... Mi a halált csinálsz? Ez mire elő? Meg hol van? Ha-ho! Kedves barátném, te hol vagy? És mire lőttél? Te... Úristen, milyen arcod van. Na jó, hagyjuk. Haladjunk tovább, tegyük túl magunkat a témán. Hogy a rohadt ronda az arcod. Ó, oh, Fusion Cell. Pont ez kell nekem. Nem beszélgetni akartam veled, hagyj végén. Ó, oh, Fusion Core. Ugye ez kell majd a Power Armorba, hogy üzemeljen. És amúgy pont olvastam a napokban egy cikket arról, hogy a Fusion Core mennyire OP dolog lett, mert hogy így mindenhol megtalálható, hogy a Power Armor is. Na most ezt... Gratulálok.
Nem. Hogy radjál meg, hogy radjál meg, hogy radjál meg. Nem. Takarodj. Ez egy óriási izé. Minek hívják ezt? Maszkáló. Ronda. Gonosz. Robot. Ne. Ott maradsz. Nop. Not today. Azt hiszem itt az ideje az OP fegyverünk bevetésének. Itt az ideje. Itt van. Cryolator. Na kedves barátom. Mit szólsz, ha lefagyasztalak? Hát, not really hatotta meg. Viszont annál jobban sem ez. Na, mennyi nem. Egy kicsit híleljük magunkat. És következő neki rohadásnál meg. Baj. Döglődj. Vagy mi halunk meg? Nem jó. Most jó. Ó, dog műtetlek, műtet a földet, nem mosok. Hogy merész lesz itt kutyádban? What the fuck? Ez rám robbantotta magát. Ja persze, jó. Ezért ezeket a töltőképernyős kis titülőket elolvasni. Most jutott eszembe, ha van ez a... Ez a Sentry, Maszkáló Sentry robot. Akkor a végén, miután megsemmisül, ő így jaló módba fölrobbantja magát. Szóval érdemes távol tartani magadat. Magatokat tőle. Oké, itt még nem ő lesz. Szóval... Még egy gyors. Úgy. Szépen fölrobbantjuk. Felszedjük a... dolgokat, barátnék. Még mindig nem tudjuk mi a... Jó Isten nyilára. Ó, lövöldözik. Ezt is se vettem előbb. Van jó dolog is, ha meghal az ember néha Falloutba. És visszakerül és így észreveszi ezeket az apró dolgokat, amiket így itt hagyott volna alapjáraton. Lehet, hogy buffoutot majd be kéne nyomatnom az ellen. Sőt, szerintem meg is előzöm a dolgokat. Szimplán föltápolom magamat, amennyire lehet. Szóval először is benyomunk egy Red Away-t, hogy elmúljon a radioaktivitás. Iszunk egy kis vizet, mert az mindig jó, és benyomunk egy buffoutot. És is akkor OP fegyver elő. Hol van Cyrulator? Igen, ez egy ilyen fagyasztó fegyver, amit még a vaultból sikerült ellopnom. Ha megtalálom. Persze nem Cyrulator nevében van, mert azóta már turboztam. Oké, ez. Szóval azóta már kapott egy kis kiegészítést. Gyorsan, amíg föl nem kell, addig lőd, míg nem mozog. Mi a halál? Mennyire? Ne, rossz robot. Amúgy több vicces, hogy itt táncol a fokok körül vele. Döglődj. Sikerült. Oh. És a buffout mentette meg megint az életemet, mert megint kiment a fejemből, hogy rám robban. De a tűz így kielutatna. Meg mi lenne dogmeat, ha nem csinálnál magadból hotdogot? Csak ilyen... alap... dolog. Meg kedves nőszemély, te se csinálj magadból túlzott a hotdogot. Kis illúdolom kedves robot barátunkat. És megpróbálok én se hotdogot csinálni magamból. Nos, nézzük mik vannak itt. Ó, egy terminál és egy ajtó. Ez mindig jó párosítás. Ne, nem veled akarok beszélni. Ja, hogy ő tudja kinyitni. Oké. Na, most már csak nem lesznek ilyen hatalmas Sentry robotok, szóval... megpróbálok visszaváltani egy. Nem lézermaszket, nem macséta, hanem... És hol pittyom most a Facebookot, ha már előbb kikapcsoltam. Nem szeretem az ilyen dolgokat. Helyetlenítve marad valahol egy ablak még. Ami nem kéne. Ne! Opa, bocsánat! Ez egy altab akart lenni. Nos, szóval... shit. Nem osztottunk lapot neked ebbe a... videóba, illetve streambe, kedves Facebook. Igen, ennyire kedvellek titeket, hogy képes voltam lejönni ide és megküzdeni a hatalmas sor robottal. Válvetve, bátran harcolva. Hagyon lőve szerencsétlent. Még mindig sokkolódik. Na, a kedves barátunk kinyitotta közben az ajtót. Hello, én megyek előre. Felejtsd el, semmi illedelmesség nincs.
Hello, csönd vált falut világába. Itt, itt, rajta van hangsúly. Borok! Ok, ebből már gyerekek kocsmát fogunk nyitni. Az a legnagyobb biznisz itt a Wastelandben szerintem, egy kocsma. CTG? Mit CTG? Úgy hívják a robotot, vagy micsoda? Nem értem, mire utalsz ebben. Na mindegy. Lényeg, hogy van egy araklapnyi borunk, meg igazából a játék sem, mert annyi izé viszkit, meg ilyen vodkát, meg egyéb, meg, na, nem egyéb borokat, hanem még több bort felhalmoztam, hogy kajak lehetne nyitni egy kocsmát. És mekkora OP lenne, tehát így jönnének a strangerek, a scavengerek, jönnének a... Nem a lootolok. Hogy hívják őket? Nem a scavenger, de az a scavenger. Na mindegy. A raiderök, na, tolvajt akartam mondani, csak nem jött nagyon a számra. Mi a halál? Ó, ez a nagy kapu belülről. Nyissuk ki. Nem tudom mi vár rám, de nyissuk ki. Az a biztos. Mik vannak itt? Hülye vagy! Ezek lézer-centrik! Amo! Tesla! Fatman! Tesla! Fatman! Fusion Cell! Nem tudom mi. Valamit felvettem, nem tudom mi volt ez. És kaptam egy ilyen artifact valamit. Meg még ilyen cuclokat. Mik vannak itt? Laser Masked Medium Scope. Ó, ezek... Jaj, tudom mit vettem föl. Ezek ilyen modok a fegyverre. Hát ez rohadt topi. Possible baseball granat. Stealth boy. Ó, karácsony van gyerekek. Ez a karácsonyi szobám. Fragmation. Purified blood. Jó, hát a viszkit érdekel. Hol még több romanószer? Kutya! Van neked szállítani valóm. Gyere, buksi! Ne! Ne fuss se! Gyere ide! Azért tartalak, hogy szállítsd a cuccokat. Jaj, most beszélem köcsa, és azért nem tudok kipakolni a kutyába. Na, kérdezzük, hogy mi ez a tervrajz? Nagy fegyver. Fölrobbantja az ellenséget mérföldekről. Oké. Besztos. Nem tudom, mi a bajod. Na, Dogmeat! Gyere ide! Gyere ide, kutyus! Adok neked jó dolgokat. Ne vonyítsá! Mónika. Na, akkor azt mondja, izét vettünk föl sokat. Ami nem kell nekem most, biztosan azok a modok. Ezeket így elsősorban pakoljuk ki. Mondjuk ezt pont el akartam kerülni így streambe, hogy így pakolgatok éppen át a kutyába valamiket. Így általában a falut négyezésemnek a 90%-ban ebből áll, hogy épp a kutyába pakolgatok, vagy a kutyából kifele. Vagy hasonló dolgok. Lézermeszket, lézermeszket, mini nyúk, kutyának megint adhatunk cuccot. Ó, oh, Fusion Cell. Fusion Cell sose rossz. Adok még neked valamit, kutyus. Junkokat már eltároltuk, szóval muszáj lesz valamit szortíroznom. Smoke grenade. Kő a halálnak. Baseball granát. No, az már kell. Melyik fegyverem? Melyik is a jobb? Mi a szkópos? Akkor ezt adjuk a kutyának. Ezt nem is tudom, hol vettem fel. A Fatment is hozhatott, kutyuli. Na és így igazából már jók is leszünk. Lett egy Fatmanünk! Bár mondjuk már nem az első, mert van legalább három darab otthon, és egyiket sem használtam még úgy igazán. Én tipikus gyűjtögető vagyok. Na mindegy, kinyílt a nagy ajtó. És még nem fejeztük be a küldit. Valamit még beszélni kell a csajjal. Srácok, tudjátok mi következik? Tudjátok mi következik? Itt a motherfucking ágyú. Ha lenne hozzá elég nyersanyagom, of course. De megoldjuk. Van itt elbontunk. Mit koncsunk el? Mit adsz a steel-ed? Ez nem ad semmit. Ez fát ad, gondolom. Ez is... Ezek... Ó, oh, ezeket biztos el nem bontom. Ezeket se bontjuk el. Ó, oh, itt meghagytam fusion-szát. Se hagyjátok hátra a lootot. Ez ilyen alapszabály. Na szóval, mi kell nekünk ehhez az ágyhoz? Screwből egy, gearből kettő, springből kettő, steelből sok. Akkor én szerintem ide bejövök, és szépen elkezdjük lebontogatni. Mondom, lebontogatni. Nem arrébb pakolni, bontani. Úgy, steel, steel wood, steel wood, steel wood, wood.
plastik. Food. Valamivel kéne találnunk még steel-t, meg screw-ot. Ez steel. Ez is steel. Miben lehet screw? Így a bázison belül. Ebbe? Nem, ebbe is csak steel van. Én csak azért sem mennék vissza azért a rohadt anyagokért. Spring. Beer. Túl. Marha jó. Kikiasztod a feladatokat, de igazából semmit nem adsz hozzá. Rubber. Nem rubber kell. Oh, Istenem. Mibe van screw? Just tell me, mibe van? Jó, steelből már van elég. Kéne még... Mi a halált főző? Az igen. Elfőzicske. Nem fogom én ezt megúszni, igaz? Hogy haza kelljen menni azért a rohadt nyersanyagért. Én azért körbenézek még egyszer. Hát, ha találok valamivel, amit el is bonthatok, mondjuk nem a generátoromba. Mert az látja a vízze a kedves Minitmen barátaimat. Illetve ez meg a rádiótornyot. De valamit úgy találhatnék, amiben screw van. Hát itt ki mondjuk pont nem fogok. Visszafele, befele. Sincsen már, mert itt már végigjártuk egyszer. Jó, hát igazából nem kell semmi stick station, de ez se ad, se rubber, se izét. Mi a halál? Nem akarok hazamenni nyersanyókért. No, léci. Nagyon szépen kérlek. Jó. Akkor, tudod mit? Hazamegyünk. Akkor jegyezzük legalább meg. Kell egy screw. Kell... 3 gear. És 2 spring. Egy screw. 3 gear. 2 spring. Egy screw. 3 gear. 2 spring. És remélem nem felejtem el, miközben teleportálok. Egy screw. 2 spring. Tök minden buszunk kötött. Tök minden... Ja. Székekben nem hiszem, hogy lenne. Abba csak fa van, vagy acél, attól függ, hogy miből készültek. Tapasztalat, elég sok széket elbontottam, illetve egy idő után elkezdtem raktározni őket a kocsma álmom megvalósításához, mert elkezdtem főztekkelni a bárszékeket. Majd egyszer megvalósul. Ré hatalmas kocsmája a Wastelandben. Olyan menő kivilágítással, meg ilyen színváltos történet. Amit úgy izé, nem tudom, láttatok az IGN-nek a Fallout 4 bemutató videóját, ami így konkrét egy ilyen Vault Boyt ábrázoltak. Várjatok! Én annyira buta vagyok, és amúgy pont ki is akartam próbálni, és remélem, hogy nem fog most befailozni, de menjünk vissza a kastélyba. És elvileg tudok transferelni itemet, mert nekem már ki van azt fejlesztve. Lehet benne csavar is, amint a székben, de ritka. Hát, elég ritka, elég gondolom, mert legalább egy 120 széket elbontottam, és így még semmi. Viszont az jobban aggaszt, hogyha nem jön be a tervem, és most itt beégek. De elvileg ki van nekem azt mondom, hogy az egyik workshopból a másikba tudok transferelni. Anélkül, hogy így rohangáljak érte. Mert ez így tök fasz lenne, actually. Meg az is tök fasz lenne, hogyha a játéknak állami nem a töltő képernyőn töltenénk el. Nos, nézzük. Nézzük el. Várj, menjünk vissza. Nekem nincs itt ilyen opció. Behalsz. Vannak komolyan felépítményen rendelkező székek is, és én egyszer találtam. Jó neked. Nem úszom meg. Te bolhás vagy, buksi? Várjál. Ja, hogy én ki tudok erre jelölni embereket, hogy supply line-oljon nekem. Persze kell, hogy azt mondja, hogy supply line. Akkor ki tudok kijelölni így supply line-nak. Valaki menjen el nekem, és hozzon screw-ot, springet, meg ilyesmiket. Hát... Nem folyóztam be, actually.
Mert... El lehetne őket küldeni, valamiért nem tudom. Tehát így nézek, ott a... Ott nézzétek meg, ott van alul a supply line, Q betűvel, és nem tudom elküldeni. Vagy nem tudom kijelölni, hogy itt szállítson. Ne kérdezzétek miért. De azért cserébe mehetek vissza megint. És most meg már megpróbálom tényleg elhozni a dolgokat. És nem... fajlozni itt két kört. Úgy... Fast travel... Go it. Elvető a workbench-en. Nem, a Q betűvel tudom betegelni rajt. Na mert a csávónak, hogy menjen egyes ilyen supply... na, ez supply... Szépen mondjam szépen magyarul. Ellátási útvonalat hozzon létre a bázisok között. De valamiért őket nem tudtam kijelölni. Mert mondjuk lehet abban összefüggésben, hogy kell lenni ilyen dagadt kétfejű tehenüknek, ahhoz, hogy ők tudjanak így supply line-olni. Azért csak megtenném ezt. Hogy így. Elmennék a főnöknek, mármint én vagyok a general, tehát a tábornokuk. Azért csak keresztül rohannám a mappot. Pár darab csavarhúzóér és gumiér, meg gírér. Ezt nem tudom szépen magyarosra fordítani. Nos, nézzük. Aperol. Nem, Aid, nem, Misk, nem, Junk. Nos, akkor kell egyszer egy Screw. Egy darab Screw, egy darab Screw, egy darab. Hú vagy. Nem Sklepper. Screw. Egy darab Screw van pont. Okés. Három darab Spring. Az is az S betűnél lesz. Nem mondtad, hogy nincsen springem. Vagyis legalább így nyersben nincs. De, van itt nyersben, csak már tényleg annyira este van, hogy azt sem tudom, hogy mit csinálok. És akkor legfinomban kifejezve, két darab gír. Gír. Azt hiszem feljebb lesz. Gír. Ebből is viszünk egy négyet, hogy legyen. És akkor most... Miért escape-el akarok mindig b-boyt nyitni? Így actually meg kilépni a b-boyból, meg ilyen hasonló dolgok. Tehát ebből így nagyon jól megy. Viszont, hogy míg töltőképernyőn vagyunk, egy fél pillanatot kérnék szépen, mindjárt visszajövök. Egy egészen pici minúta, mindjárt jövök. Na, vissza is tértem, itt is vagyok. Mondtam, hogy csak egy fél másodperc. Nem erbető a workbench-no transfer, mert mint hogy előbb néztem, és nézek, hogyha megnyitom. Tessünk egy settlert. Ó, szia Minitman. És ott van, hogy supply line. És nekünk azt kéne, és nem tudom kijelölni rá. Őt sem tudom kijelölni rá. És öt sem tudom kijelölni rá. Na mindegy, lényeg, hogy... Hol van a gírem? Hoztam gírt. Öt darab gírt hoztam. Mi a halál? Ha, Istenem, miért kell ezt tenni az velem, kedves játék? Rossz gírt hoztam volna. Itt van 4 gír.
És ott meg hármat ír. De hova tűnt a maradék hír? Többet hoztam. Nem csak ennyit hoztam. Nem vagyok ennyire hülye. Hát ez már ezt velem. És itt is csak hármat ír, pedig négy van. Na mindegy. Gózunk egy raklap gírt. Csak... Hát megnyitottam és ránéztem a Saturnre, és meg is próbáltam kijelölni. De... Várj. Nyisd meg és nézd rá a Workbench-re. Mert a flashlightot kinyomjuk. Hogyha a Workbench-re érzek rá, akkor igazán semmi nem történik. Ha meg a settlementemre, annak meg nem tudok kiadni. Semmit. Csak így a helyi feladatokra tudom kijelölni. Supply line-t meg nem engedi. Hogy nem, azt írja, hogy nem tudom kijelölni erre, hogy ő supply line-oljon nekem itt. Na mindegy, menjünk még egyszer vissza. Nagyon örülök neki. Bocsánat, srácok. Ez így megtörténik, főleg így kis ütájt. Workbench se nézel és ne nyisd bele. Várjál! A transfert mondod? Szerintem alapból a Workbench-be nem transferi járt, hanem kell ez a supply line, amire ki tudsz jelölni embereket. De én valamiért itt most nem tudom kijelölni az embereket, és itt ez az igazi probléma. Mert logikus és így működik, hogy kijelölsz valakit, aki rohangál két pont között, és viszi a cuccokat. Igen, itt a transfer, ez eddig tiszta cucc. Na mindegy, most ha visszük kézzel. És akkor mi is kellett? Ja, gír. Istenem, pedig vittem egy csomó gírt. És értem, mi a szenvedése témája. Visszük az összeset. Segít lesz belőle hiány, annyira örülök. Na mindegy. Menjünk vissza a kastélyba. Yes! Mi ez a fegyver? Ne, ezt még nem is láttam ennek a modelljét. Ez Deathclaw-nak a karmából lehet így összerakni és főhúzod a kezedre. Mi pedesz? Kell egy ilyen! Srácok, nekem kell, érted? Kell. Hát ez egy igazi raptor leszel vele. Egy veloci raptor. Kiharolhatod az enemének a szemét, meg minden. Ha megvan a perk, akkor át tudod hozni transferrel is. Elvileg megvan a perk. Mert mondjuk lehet, hogy akkor most leszek okosabb, és rohangáltam igazából két kört feleslegesen. Nézzük. Workshop. Hát, tudti, hogy nem tudom áthúzni. Mármint, hogy ott 6-szor több ilyen növényt és egyebet tárolok, mint itt, ami van. Tehát nézd meg, nézzétek meg, tehát ez nagyon a létminimum. Ennél nekem sokkal több anyagom van, és ti is láthattátok ezt. Az Deathclaw Clan? Karm. De mi a halál? De most hoztam gírt. Mi a baja ennek a játéknak? De most kajak szívott engem ez már. Ott van, 15 gír. What do you want, dude? Jó, akkor storage-unk. Hát ha így kedvesebb lesz velünk a kedves workshop. Nem. Na jó, ezt hogyha most valaki érti, akkor azt magyarázza. Van elég gírünk, van elég mindenünk, és mégsem tudom lerakni, mert azt így, hogy a gír nincs meg. Rekt. Ha-hó. Szerintem erősen egy bugba ütköztem. Gyanítom én. De én szeretném... Beletettem a workbench-be az inventory-ból, de az is segített rajta. És 3-ból 6 egyfolytában ezt írja, nézd a moveboxot legalább. Ó, ezt még nem lootolt. Szóval nem lootoltam még ki. Hogy... Ezt kapcsoljuk már. Hogy...
De amúgy ki van húzva az is, az a perk is, tehát megmutatom, ott van alul. Ugye pont a sokkoláshoz kellett, hogy boltokat hozzak létre. Tehát ki van húzva max szintre ez a perk. Na mindegy, ez az egyik dolog, ami érdekes. A másik az, hogy mit csinál Gideonnal? De már benn van, tehát így beleraktam az inventoryból a workbenchbe, és nem, nem segít rajta. Ott van gear. Tudod miért? Nem a játék bugos, hanem a szöveg van elírva. Mert nem gear kell, hanem gears. Jaj, uram atyám, hogy ez a mennydörgős. Fú, de erre kell rúgodni magamat, hogyha nem tartanám magamat a dolgaimhoz. Mert a Gearsből van pont 3 darab, és nem növekedett a száma. De Gear kell neki, vagy most már én vagyok ennyire vak? Na mindegy, legalább tudjuk, hogy Gears kell neki. Ez most már így fix. De... most tényleg kezdek magamban kételkedni, hogy tényleg ennyire vak voltam. És elolvastam a Gears-t Gear-nek. Vagy most mi a halál? Vagy tényleg a játék írta rosszul? Ó, elfajloltam egy küldetést. Na mindegy. Nos, akkor azt mondja. Ez már szivatás? Hát ez így erősen az. Direkt szivat a játék. Na mindegy, most már viszünk neki Gears-t, mert tudom, hogy arra van szüksége. Hát Istennek abból van annyi, mint a szemét, de cserébe a másik fajtát viszont sikerült úgy elvinnem, hogy abból egy szemet nem hagytam itthon. Na mindegy, majd lootolok még. Itt a kesző, és megépítjük végre azt az ágyút. Nem, Gear-t is szóltam volna, hogyha rosszat akarsz elhozni. Hát akkor a játék rektel engem. Nem szeret engem. Határozottan nem szeret. De én szeretem őt, szóval... ilyen kompromisszumokat kell kötni, mint hogy 6-szor kell nézni a töltőképernyőt. Mert hogy... a játék Gear-t ír, de közben Gears-t kér. Jaj, Isten. Ez nagyon rossz. Nem baj. Szeretné, hogy nézegessük ezt a... parókes. Igazából... parókes? Nem parókes, olyan mint valami gomba felhő egy atombomba után, ami igazából aktuális a témához. Látod? És Gears kellett neki, és Gears ír, és ott van, hogy Gear, és Gears kért. Behasz. Ja Istenem, miért kell? Miért? Kedves játék. Why you do this with me? Hopp, ugorj. Ő egyes. És akkor szépen ide levágjuk az ágyut. Na itt jó helyen van. Meg itt volt az előzőnek a romja. Szóval biztos jó. Nem akarjuk tárolni. Itt viszont már escape-el kell kilépni. Úgy, és most akkor kijelöljük kedves barátnénkat. Mi a halál? Mit akarsz még? Mit építsek? De most építettem egyet. Miért akarsz? Mert... na jó. Nem, szerintem azt akarod, hogy jelöljek ki valakit oda. Kedves barátnénkat ki tudom jelölni? Nem. Viszont téged ki tudlak. Gyere. Kedves kalapos barátném, te fogod kezelni mostant az ágyut. Teljesen kompetens embernek tűnsz. És mint tábornok úgy találtam, hogy megfelelsz az ágyú kezelésére. The resource is assigned. És akkor most beszéljünk a gonoszan csúnyán néző Ronival. Aha. Várjál, minden smoke granátom a kutyába van benne. Kutya, állj meg! Gyere ide! Move here. Na,
Add vissza smog grenétjaimat. Kell smog granát. Azt mondta a csajsz, hogy avval fogunk valamit csinálni. Nem figyeltem teljesen rá. Ja, szóval avval jelölöm ki a célpontot. Zsíros. Akkor gondolom ide ebbe a kocsiba kéne beledobnom a smoke granátot, meg és hát ide. Inventory weapons. Nézzük mekkora durran az az ágyú. Smoke grenade. És dobok egyet oda. És nagyjából jó, előttem remélem. Na, tűz! Mondom tűz. Mondom tűz. Lő még ez ma? Vagy igazából, akit kijelöltem, az így ott sincsen. De hogy így most én ezt elvileg megcsináltam. Ha-ho! Jaj! Puti! Dobit! Igen, én eljönnék onnan. Ez azért elég OP. Határozottan elég OP. Jön a becsapódás. Bum! Tűz. Tüzelésnél viszont nem jön ki semmilyen füst vagy ilyesmi. Az igen. Igazából egy... Hát igen, egy pöppet fáziskés is kedves barátnénk, aki kezeli az ágyút, de elmondtam, olyan kompetens személynek tűnt a labból is. De elég impresszív a látványa. Tehát így, enyhén ripityomra, meg ripityára kapott itt mindent a környéken. Akarok még egyet. Most a terrautót, most a terrautót. Anya, robbantjuk fel a terrautót. Kutya, menj onnan, Gyere onnan, kutya. Megnézzük, hogyan robbant fel a terrautó. Addig lő, amíg a célpont meg nem semmisült. Legalábbis elvileg. Hát akkor megvárjuk, míg a terrautót szépen... Éppen reloadingol. Remélhetőleg nem sokára is kezd lőni. Várj, kutya! Hülye voltam, add vissza a smoke granátomat, hogyha tudom, hogy erre jó, akkor oda se adom neked. Ez egy nagyon rossz döntés volt. Én robbangatok. Dogmit nem robbangat. Most dobjak ki még egyet, mert épp reloading volt, vagy így vette a targetet. És elkezd mindjárt lőni megint. Csak ilyen fáziskésesse. Túl közel lesz. Akkor robbantsunk föl még valamit. Valamit fel akarok robbantani. Annyit szemettem az ágyúba, ki akarom élvezni a pillanatot, hogy most pusztíthatok. Nem mondom, hogy a smoke grenade egy hatalmas robbanó erői dolog. De egy kocsit föltaszított így a fára. Actually. Na mindegy. Elég vicces ezért. Na, kedves barátném. Tűz! Mondom, tűz. Még mindig újra tölt. De ennyi az újra töltés ideje? Mennyi az újra töltés ideje? Meg így hogy? Azon kívül, hogy így írja. Onnan tudom, hogy mikor érdemes a gránátot dobni, mármint, hogy mikor töltött konkrétan újra. Kedves barátnénk, kalapba. Hello! Te így igazából nem is csinálsz semmit. Mi lenne, hogyha mozgatnád magadat és így lövöldöznék egy-kettőt? Már hogyha a workshop módba váltok át, akkor látok valami ott, hogy mennyi idő még újra tölt. Nem, semmit. Na innen még egy gránátot megpróbálom kell dobni. Minden a hegy tetőről is megnézzük, hogyan lő. Minél távolabb. Úgy, jó messze. Most tudom, hollandol. Hollandol. Nos. Tűz. Mondom, tűz. Nem szeret. Ott a gránát. Oda lövünk. Mert nagyjából pont a terrautóhoz sikerült.
Most megint... Még mindig lelódol. Na jó, mindegy, menjünk, adjuk le a küldetést, és akkor most már tényleg zárjuk a streamet, meg volt igazából minden fun. Lementünk a barlangban, robbangattunk is egyet, kiirtottunk egy egész kis falut, amit a scavengerek laktak. Szóval, ja, egy elég kemény napot tudhat a karakterünk a háta mögött, és egy elég jó kis adást tudunk így ebben zárni. Főleg a varrobbangatása. Ja Istenem, kell még smoke grenade. Én ebben fog flangálni. Jaj, Raider, és így pofán dobom. Mostantól tényleg minden egyes ilyen bázison, amit visszafoglaltam, és van benne workshop, fő fog húzni egy ilyen ágyút, és így konkrétan az egész Fallout 4 területét le fogom fedni, és minden esetben így így fölte egy Deed Club, és mindenki így aa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 
a semmiből rázudul az ágyúzápor. Mi OP lenne már. Na, Preston, ne hagyj még egy küldit, ne hagyj küldit. Csak légy szíves. Ultraproduktív Izrael. Hát, ha rabongatásom van szó, akkor nagyon produktív tudok lenni. Na és közben szintet is léptem. Nem tudom miről beszéltünk, de... De lájkolom. Jó, nem érdekel. Most fáradt vagyok már a sztorizáshoz. Majdnem meghúztam a fegyvert. Majdnem, kedves barátaim. De majdnem. Na jó van. Viszont... Így akkor szeretnék elköszönni Dogmittel, aki éppen be van szívva valamitől. Illetve a kapitány sapkás barátommal, akinek nagyon ronda a feje. És minden pajtásommal együtt szeretnénk tőletek elköszönni. Örülünk, hogy itt voltatok. És minden kedves nézőnek, aki YouTube-on nézi vissza, alul kommentet nyugodtan hagyjatok, írjátok le a véleményeteket. Ha tetszett, egy lájkot is érdobni a videóra. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, mert sokszor ugye többen csináljuk, akkor iratkozzatok fel a csatornára, mert több ilyen adásra is fogunk hamarosan jelentkezni. Remélem tetszett a videó. Hello, sztok!